kultúrházat, műtermeket, művészkocsmát Vasavárosában, és nagyon eleven magyar képzőművészeti életet tesz lehetővé ebben a szép régi multikulturális városban. Ezen kívül vannak itt Erdélyből, Délvidékről és számos más magyar területről művészek. Annyian, hogy én biztos nem fogok név szerint mindenkit kiemelni. Kettőt csak azért emelnék ki, mert azokra asszociációt utalmaztak. G. Horváth Boglárkának, Boginak van itt egy szép 9 képből álló sorozata. A Jean-Louis Godard Él az életét művészet filmjében, amiben annak tagja, hogy Major Mitchnek küzdött, és ez az azt köszön vissza a testének. Ebben a kis törékenyőben tavaszos művészi előadott az ennyi elfogult véleményem szerint. A másik azért asszociálok erre az utolsó alkotásra, Magyar Balázs Gép című plasztikájára. Mert ezt az UFO-t én viszont láttam egy olyan helyen, amelynek neve szintén 51, mint ahogy ennek a kiállításnak is neve. Ugyanis a Váci úton létrehoztak egy UFO hangár nevű látvány színháza, ahol felépítettek életnagyságban egy eredeti UFO-t, úgyhogy mindegy nem látott eredeti UFO-t. És ez nagyjából hajaz erre a kormányra. És akkor köszönetekkel mondanom, tehát Erdély, Magyar Egyesületnek, a Magyar Mozgóképtárnak, Endrának, és minden művésznek külön-külön és együttlétre, akik itt megjelentek, és megint csak megnyugtató módon bizonyítják, hogy a Kárpát-medencében a kortárs magyar művészet a maga sokszínűségében. És akkor a vendégek tiszteletére, és mi más adhatnék én magam elő, mint a szlovák himnusz, mondom is, hogy azt mondták, nem adnak engem golombomnak, azt mondták, nem adnak engem golombomnak, inkább adnak másnak, annak a patökrös fekete juhásznak. Pedig az én rózsám, oly szelíden néz rám, pedig az én rózsám, oly szelíden néz rám, hogyha csókot hint rám, 12 ökörért csak ugyan nem adnám. Megkínált csókjával piros szamócához, megkínált csókjával piros szamócához, amit az ujjával szedeketett, midőnkünk volt anyájával. Azt mondta, hogy mához 2 hétre gyűrűt hoz, azt mondta, hogy mához 2 hétre gyűrűt hoz, azután oltárhoz térdepel majd velem, s elviszem magához. Édesanyám, kérem, ne üdse meg vérem, édesanyám, kérem, ne üdse meg vérem, hiszen azt ígérem, hogy én a rózsámmal voltam, míg beérem. Hiszen azt ígérem, hogy én a rózsámmal voltam, míg beérem. Ezt a dalt Bartók Béla gyűjtötte. Ezt a dalt természetesen a szlovákok is használták, és használják. És egy 19. században keletkezett szlovák poéma lett a szlovák himnusz szövege. Erre a dallam. Ugyanakkor ezt a dallamot a Bodrog közben is a csárdásként használják. Ha én nékem, annyi pénzem volna, a kilincsem színaranyból volna, de mivel, hogy nincsen, fából van a kilincsem, madzaga húzója. De mivel, hogy nincsen, fából van a kilincsem, madzaga húzója.
És akkor nagyon örülök, hogy nemzetközi italféleségek is vannak, ugye nem? De mielőtt még az osztrák-magyar monarchia határja is végélyesülnének itt az EU-ban, mindenki felhívom a figyelmét, hogy egyelőre cseh eredetű töményszeszeket ne fogyasztjuk. Igen, a 30. ember is meghalt, igen. És ezzel én a magam részéről a kiállítást megnyitom, de veszik még művészi.